Ez a történet ez nem csak egyszerűen Superman nagyapjáról szól, hanem arról, hogy hogyan is lázott az elcsalád a zsarnokság ellen, mert hogy ez is egy olyan dolog, ami jelen van a Krypton, hiszen nem különbözik annyira ez a bolygó a miénktől, mint amennyire mi ezt feltételeznénk róla, ami nem tudom mennyire kiábrándító. Minden esetre a mai videóban arra keresem a választ, hogy a Krypton tud-e annyira jó sorozat lenni, mint amennyire mi szeretnénk, hogy az legyen. Tarts velem! Itt a Popcsempben! A Krypton egy nagyon érdekes sorozat. Amikor az ember először meghallotta a lehetőségét annak, hogy lesz egy Krypton sorozat, akkor én úgy voltam vele, hogy kit érdekel, főleg akkor, hogyha Superman nincs benne. Mert pedig tudtuk jól, hogy nem lesz benne, aztán utána megtudtuk azt, hogy tulajdonképpen ez a sorozat nem másról fog szólni, mint Superman nagyapjáról, és utána a nézőben még inkább az fogalmazódott meg, hogy de hát ő meg mitől érdekes, tehát miért érdemelne meg egy sorozatot a sci-fi-on, ami a Krypton bolygó játszódna. És ugye az embernek az első negatív szájízét kimossa az a tény, hogy ki ennek a sorozatnak a showrunnerje, aki tulajdonképpen a Superman filmeket is, az acélember filmeket is jegyzi, és utána az ember végképp úgy jön vele, hogy a csávó egyébként egy baromira jó, okos emberke, akinek nagyon-nagyon jó ötletei vannak, viszont ugyanúgy, mint ahogy Michael Bendisnek is megvan ez az oldala, hogy igazából nagyon jó ötletei vannak, csak nem mindig tudja őket megvalósítani, és azért az ő esetében meg aztán pláne az volt inkább a jellemző, legalábbis az én tapasztalatom szerint, hogy az ő projektjei nagyon-nagyon, főleg az utóbbi 10 évben szerintem nagyon sűrűn és nagyon gyorsan szétestek. És Ezek mind nagyon-nagyon nem biztató jelek voltak, és azért azt sem sorolnám egyébként a legbiztatóbb jelek közé, hogy a sci-fi-on fut, ahol tulajdonképpen az elmúlt 10 évben, amit a véget ért a Csillagkapu, nem igazán volt olyan épkézlebb sci-fi sorozat, amire az ember azt mondaná, hogy na ez már kell nekem, meg ez már döfi. Na, de hogy hagyjuk ki ezeket a rizsákat, szerintem csapjunk bele a lecsóba. Szóval a Krypton... Na, szemben szerintem mindenkinek voltak elvárásai, mindenki szeretett volna valamit látni. Egyrészt engem izgatott a gondolata, hogy hogyan is nézhet ki ez a bolygó, hogyan épülhet fel a társadalma, hogy hogyan is néz ki design szempontokból, és hogy tulajdonképpen vajon mennyi pénzt tudnak ebbe a projektbe ölni, hogy ez a Krypton bolygó, ez tényleg úgy nézzen ki, mint egy igazi Krypton bolygó. Mert legyünk őszintén, a Krypton az nagyon sokan nem tudták, mert merték megfilmesíteni az eddigi Superman filmekben, hiszen baromira drága, hiszen aminek bennem nagyon-nagyon élénken él, az talán a Christopher Reeves Superman filmnek a nyitó jelenetei, illetve a 2006 környéki Bryan Singer filmnek a Superman visszatérben láttunk Kryptonon játszódó jeleneteket, és nagyon jól tudjuk, hogy azok a jelenetek, amiket Bryan Singer ott forgatott a Kryptonon, azok milyen baromira drágák voltak. És ebből kifolyólag az emberben nagyon-nagyon felmerül a kérdés, hogy ez egy mégiscsak egy sci-fi sorozat lenne, mégiscsak nagy költségvetés kellene hozzá. A sci-fi pedig nem éppen arról nevezetes csatorna, hogy ők annyira szeretik két zsákkal szórni, vagy talicskával szórni a pénzt. Úgyhogy kicsit azért az emberben így felmerültek azok a dolgok, hogy mi van akkor, hogy ez a sorozat nem lesz annyira jó, mint amennyire szeretnénk. Aztán utána persze ott vannak azok az optimista részeink, hogy de hát igazából itt a karaktereken kell, hogy legyen a hangsúly, és a karakterek működnek, akkor igazából minden működhet, és mindent meg tudunk neki bocsátani, hiszen ezt tesszük a CW-s látható DC sorozatokkal is, illetve tulajdonképpen minden TV-ben látható sorozattal ezt tesszük, ahol tulajdonképpen a speciális effektek azok fogalmazunk úgy, hogy eléggé más vizeken neveznek, mint amiket a nagyvásznon megszoktuk. De ez így van rendjén. Szóval a Krypton egy nagyon érdekes sorozatnak ígérkezett, hiszen Superman nagyapjáról szólt, és tulajdonképpen, ahogy már említettem, az elcsaládnak a lázadását meséli el, ugyanis mint kiderült, a Krypton társadalma az égegyet világon semmiben nem tér el a miénktől. Ugyanolyan maradi vezetők vezérlik ezt a bolygót, ugyanúgy hisznek valamiféle istenségben, akit nevezünk most Rau hangjának, vagy mi a bubánat a neve, ennek a sokarcú fickónak, aki, ha jól emlékszem, akkor minden istenüknek az arcát összegyűjti a képén. Mármint, hogy mindegy. Szóval, igen, a lényeg, hogy tulajdonképpen nagyon érdekes társadalmi, politikai megközelítés ennek az egész sorozatnak, hiszen rettentően izgalmasan van felépítve.
a dolog, hiszen látjuk azt, hogy hogyan működnek ezek a céhek, látjuk azt, hogy tulajdonképpen ők valahol, valami szinten nagyon ellene vannak a fejlődésnek, nagyon ellene vannak annak, hogy elismerik azt, hogy ők nincsenek igazából egyedül az univerzumban, és ezáltal hajlandók arra is, hogy akár hátráltassák a többi embert, illetve a többi bolygón létező embert, ráadásul a katonosságuk is nagyon-nagyon makacs, és tulajdonképpen ők fogalmazunk úgy, hogy nem igazán kedvelik a rangtalanokat, és hát igazából nem okoz nekik problémát, hogyha meg kell ölniük egyet-kettőt. Aztán, ami még érdekesebbé teszi az egész sorozatot, az tulajdonképpen az a fajta kapcsolat, ami megtalálható a mi főhősünk, és ennek a bizonyos Zolt hölgyeménynek a között. Szóval ez egy ilyen érdekes szituációkat tud eredményezni, amikor azért az ember úgy van vele, hogy de hát én nem akarom, hogy ő egy Zoddal legyen, és ez a Zod miért fekete? Persze ez most tök lényegtelen, de tulajdonképpen ezek az apró nüansznyi változások, ezek nekem megint olyan változások, amikre nincsen semmi szükség, mint hogy a Popcsajok stb.-ből is terveznek most egy tévésorozatot, ráadásul női főszereplővel, tehát igazából az ember úgy van vele, hogy de hát arra sincs igazából semmi szükség senkinek, bármennyire is kultfilm mondjuk a Popcsajok stb. De lényeg a lényeg, hogy tulajdonképpen érdekesnek tartom valahol a kapcsolatokat, hiszen ez egy ilyen tipikus Rómeó és Júlia kapcsolat, amit a szüleik nem támogatnának, meg a lány az amúgy is a hadseregnek a részét képezi, hiszen az anyja ott vezető, aztán a srác pedig egy rangtalan senki, aki tulajdonképpen az első pillanatok ezzel szerintem nagyon-nagyon szimpatikusra tud válni a nézők számára, hiszen egy rendkívül jól megért karakterről van szó, akiben szerintem megtalálható az a sármosság, illetve megtalálhatók azok a nüanszi dolgok, amelyek ahhoz szükségeltetnek, hogy ez a karakter, ha nem is tenyérbe mászol legyen, de mondjuk egy olyan karakter, aki tele van élettel, aki tele van kalandvágyal, és ez igazából nagyon-nagyon jó hatással tud lenni a nézőre is, vagy akár mondjuk a rajongókra, mint amilyennek én is szeretném vallani magam ebben a sorozatban, hiszen tényleg az az érzésem, hogy ez a sorozat, ez tényleg egy nagyon-nagyon ígéretes produkció. A pilotja mindenféleképpen felülmúlta minden képzeletemet és elvárásomat. Az első 40 perc, amit kaptunk belőle, lefektették a világnak az alapjait, az nekem olyan volt, hogy wow! Hogy ez érződött rajta, hogy mennyire összetett, érződött rajta az, hogy mennyire átgondolt sorozat, érződött rajta az, hogy ez igazából karaktervezérelt lesz, bármi is legyen az átívelő történet, és tulajdonképpen érződött rajta az is, hogy mik azok a dolgok, amik működni fognak ebben a sorozatban, és mik azok a dolgok, amik nem. És ez most nem tudom, hogy annak tudható be, hogy a sorozatnak rengeteg ideje volt arra, hogy fejlesztés alatt legyen, vagy tulajdonképpen az írói egyszerűen brillióztak, mert hogy úgy érezték, hogy valami nagyon-nagyon különleges dolog van a kezük ügyében, és emiatt az egész már a pilottól kezdve egészen összeállt, és ez szerintem egészen elképesztő dolog, hiszen nagyon-nagyon ritkán találkozunk olyan sorozattal, ami már a pilottal meg képes arra, hogy megvegye a nézőt, és szerintem itt halálpontosan ez történt. Aztán azt is megtudjuk, hogy a világukat fenyegeti a Black Zero nevezetű terrorista szervezet, tehát tulajdonképpen végképp minden olyan dolgot, ami megtalálható a mi valóságunkban, azt megtalálhatjuk a Kryptonon is. Ráadásul, mint kiderült, a Krypton ebben a sorozatban legalábbis nem kristályosan épül fel, hanem tulajdonképpen ez egy ugyanúgy épül fel, mint bármelyik másik bolygó lenne, ami nem tudom mennyire egyébként költséghatékonyságból fakadó ok, és mennyiben pedig lustaságból fakadó ok, de felteszem egyébként költséghatékonyságról van itt szó, és tulajdonképpen, ami egyébként tök jó, mert működik, mert így még könnyebben tudunk azonosulni vele, viszont pontosan emiatt hajlandóak vagyunk arra, hogy elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen mi egy másik bolygón vagyunk. De ez valahol igazából nem okoz szerintem olyan nagy, különösebben nagy problémákat, hiszen ettől függetlenül nagyon jól tudjuk élvezni, és nagyon jól tudjuk beleélni magunkat abba a szituációba, amit kapunk, hiszen az eddig adásba került három epizód során folyamatosan tágították a világot, folyamatosan kaptunk új információkat, folyamatosan láttunk azokat a dolgokat, hogy hogyan is működnek itt a dolgok. Szóval igazából nem tudnám azt mondani, hogy nem tudjuk elképzelni az életünket a Kryptonon, vagy hogy ne tudnánk azonosulni az ő problémáikkal, ne tudnánk azonosulni az ő világlátásukkal és az ő küldetéseikkel tulajdonképpen. Szóval szerintem igazából nagyon-nagyon sokban úgy épül fel, mint a mi világunk, és ebből kifolyólag nekem egy kicsi hiányérzetem, egy ilyen pindurka hiányérzetem van talán, hogy a Kryptonban nem érzem azt, hogy bármiféle különleges dolog lenne társadalmi szempontokból, vagy akár design szempontjából, ami meg azért nagyon durva, mert érződik, hogy mennyi pénzt öltek ebbe a sorozatba, és látszik rajta, és iszonyatosan jó minőségű lett minden, tehát tényleg iszonyatosan a topok
topja, a csúcsok csúcsa, a cseresznyének cseresznyie, amiről itt tulajdonképpen szó van, hiszen a Kryptonon minden működik szerintem, aminek működnie kell. Remekül megért karakterekkel is találkozunk, ami meg mégképp azt erősíti bennünk, hogy tulajdonképpen akár emberek is lehetnének ezek, hiszen tulajdonképpen az egyetlen dolog, ami nekem nem tetszik a Kryptonban, az az, hogy mennyire jelen van a brit akcentus tulajdonképpen mindenkiben a Kandoron, aki beszél, és ez nekem még kicsit ilyen illúzió romboló, hogy miért kell nekik britül beszélni? Egyrészt amerikai hősökről van szó, másrészt amerikai sorozatról van szó, miért kell minden egyes sorozatot teletömni britekkel? Tudom, persze nagyon sokan vannak, akik szeretik a briteket, én nem tartozok közéjük, de hát engem nagyon tud irritálni az akcentusa. Érdekes mód viszont az a helyzet, hogy ebben a sorozatban egyáltalán nem tud irritálni a brit akcentus, csak annyi van, hogy nem rajongok érte különösebben. Amit még érdekesnek tartottam ebben az egész világ felépítésében, az mindenféleképpen az, hogy itt az emberek azok nem összejönnek és hasonló dolgokon mennek keresztül, hanem ők tulajdonképpen kötődnek egymáshoz, de ez sem egészen úgy megy, mint ahogy azt mi elképzelnénk, hanem úgy megy, hogy ráteszed az ujjadat a... hogy is hívják rá, az megszúr, vért vesz tőled, vér vesz a másiktól is, összerakja belőle a gyereket, és tulajdonképpen elmeséli az egész élettörténetét annak a bizonyos utódodnak, akire majd számíthatsz, és ez igazából iszonyatosan creepy dolog egyrészt, másrészt pedig wow. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, miközben azért az emberek ugyanúgy összejönnek egymással, és ugyanúgy megvannak azok a vonzódások és azok a Rómeó és Júliás történetek, amikre igazából szüksége van mindenkinek. Amiről szerintem viszonylag az első három rész alatt kevés szó esett, az tulajdonképpen Nissa, és tulajdonképpen az ő karaktere, aki szerintem a női karakter közül határozottan kiemelkedik, mert megmondom őszintén, én sem a Zöld Hölgyben, sem a Zöld Hölgy anyukájában nem láttam azt, ami szerintem egy igazán erős és sokoldalú és nagyon-nagyon nívós női karakterhez dukálna, hiszen az anyuka az tipikusan... A lány pedig, ő benne ott van a kedvesség, ott van az érzékesség, és ott vannak ezek a nagyon-nagyon fontos dolgok egyébként, amik tök jók, meg igazából tényleg szüksége van rá, meg így az még könnyebb azonosulni velük, csak aztán úgy van az ember vele, hogy de hát... És igazából emiatt ő teljesen átlagossá válik, és onnantól kezdve, hogy átlagossá válik, igazából azt éri el, hogy az ő története untat, miközben az ő története sem unalmas. Csak egyszerűen nem tudok annyira kötődni hozzá, mint amennyire bármelyik másik karakterhez ebben a sorozatban. Ellenben Nissával, aki egy iszonyatosan érdekes nőszemély, nem csak azért, mert szörnyen dögös, hanem azért is, mert ő bizony titkol dolgokat mindenki elől. Neki megvan a saját terve, és tulajdonképpen ő egyszerre tűnik szimpatikusnak, de közben meg igazából ő gonosz személy. És igazából ez a kettőnek a keveréke az nagyon-nagyon izgalmas karakter tud összerakni. Sajnos nem kapott annyi teret az első három epizód során, mint amennyi szerettem volna, hogy kapjon, vagy amennyinek én örülni tudnék, de ettől függetlenül szerintem ő mindenféleképpen a meg karakternek ígérkezik, és ezzel eljutottunk Agykecsőjűig, aki tulajdonképpen ennek az első évadnak a fő ellensége lesz, Brainiac. Nos, ugye mindannyian nagyon jól ismerjük Brainiacet, ebben a történetben egyébként rengeteget vettek Brainiacből, például a New 52-s időszakbeli Brainiacből, ami egyébként egy tök jó dolog valahol, mert miközben azért igyekeznek megőrizni a karakternek az alapjait és hülyek maradni hozzá, azért vannak olyan dolgok benne, amelyek nagyon-nagyon meg tudják dobogtatni az ember szívét, lelkét és minden egyéb terét, abban az esetben, hogyha ismeri Brainiacnek a figuráját, ami most nem igazán szeretnék belemenni, de mindenféleképpen érdemes elmerülni agykeső történetekben, mert nagyon jó ellenférről van szó, de ezt így halálkomolyan kimerem jelenteni, hölgyeim és uraim, itt a világ előtt. Ne is térlelnék, de igazából nincs annyi helyem, hogy letérdeljek, szóval inkább maradjunk annyiban, hogy Brainiac talán az egyik legerősebb Kryptonhoz köthető fő ellensége, akivel Supermannek valaha meg kellett küzdeni, és most nem is Supermannek kell megküzdeni, hanem Supermant kell megmentenie a főhősünknek, aki az ő nagyapja, aki szövetkezik Adam Strange-el, aki a Zeta-Beta Gamma sugárnak, vagy hogy a búvárnakban hívják ezt a cuccot, köszönhetően ő visszajön, visszautazik az időben, és... a Kryptonra érkezik, ahol pedig megkéri Superman nagyapjának a segítségét, aki először persze. A gyerek, miként nem hiszem el, nem veszem be a baromságaidat, megmutatja neki a köpenyt, és azt mondja, hogy oké, lehet, hogy ez a csávó, ez tényleg nem kamuzik annyit, de ettől függetlenül nem fog hinni neki, aztán a második részben meggyőzi őket, a harmadik részben pedig már elkezdenek együtt kutakodni az ellen, hogy vajon agykésű, hogy megérkezette már, vagy sem. Szóval a sorozat rendkívül jól van felépítve.
Ami nekem nagyon-nagyon tetszik benne, az az, hogy szörnyen, de szörnyen jól vezeti a karaktereit. Nagyon-nagyon karakterfókuszált a történet, innentől kezdve pedig engem végképp megvet. Miközben azért érződik, hogy nagyon lassan építi fel az átívelő történetszálat, nagyon lassan bánik azokkal a dolgokkal, amelyek ott történhetnek, illetve amik majd történhetnek, illetve nagyon-nagyon nyanszokban mutatja be nekünk Agykésőnek a figuráját, ami én személy szerint inkább pozitívumként apostrofálnék sem, mint negatívumként, csak tulajdonképpen az is benne van ebben az egészben, hogy veszélyes az a játék, amit játszanak, hiszen 10 epizódos az első évad, lement belőle már 3, egyébként júniusban érkezik szinkronnal az HBO-ra, jelenleg a feliratosan már megtekinthető az HBO Go műsorán, szóval igazából kevés az az epizód, ami van, Brainiacet pedig én mindig is egy nagyobb történet, nagyobb volumenű történetnek éreztem, és ezzel szemben szerintem, ha ennyit kapunk belőle még egy darabig, akkor nem sok mindenre lesz lehetőségünk, viszont ügyesen tízelik a dolgot, és közben nagyon jól építik fel a karaktereket, nagyon jól bemutatják azt, hogy ki mivel törődik, kinek mi a prioritása, és szerintem a Pilot tele volt egyébként rettentő mennyiségű érzelmes pillanattal, rengeteg mennyiségű popkulturális utalással a Superman képregényekre, és rengeteg olyan dolog van ebben a sorozatban, ami miatt szerintem könnyen elképzelhető, hogy 2018-ban a kedvenceim között lesz, és hogyha nem cseszik el, és ezt tényleg így merem kijelenteni, ha nem cseszik el, biztosan ott lesz a dobogon 2018 legjobb sorozatai között, mert egyszerűen az a fajta potenciál, ami benne van, potenciálról beszélünk, az lenyűgöző. Egyszerűen lenyűgöző. Szóval én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a Krypton végig tartani tudja ezt a szintet, és nagyon bízom abban is, hogy ez a sorozat ez nem fog veszíteni a következő 7 epizód során sem abból a munícióból, vagy azokból a fegyvertényezőkből, amikkel rendelkezik, mert a Krypton egy kryptonitikusan nagy hatást gyakoroló sorozat a nézőre, rajongóra, rám, rád, remélhetőleg. Szóval igen, nagyjából ezek voltak így ezek a gondolatok, amik hirtelen eszembe jutottak, aztán majd még lesz szó a Kryptonról, remélem velem tartoztál közelebb is, meg például egy kicsit összeszedettebb lenni, ha nem, akkor mindenféleképpen olvasd el azt a cikket, ami valahol itt lent az infoboxban megtaláltam, mert szerintem, mintha írtam volna, vagy csak nem fejeztem be. Mindegy, mire ez a videó kikerül, remélhetőleg már kész lesz a cikk, és rendben lent megtaláltad az infoboxban. Ha pedig véleményed van a sorozattal kapcsolatban, akkor mindenféleképpen oszd lesz meg velem lent a kommentek formájában, illetve fel a csatornára, amíg nem tetted meg, találkozunk a legközelebb, addig pedig popkultúrában és popcseppben gazdag hetet kívánok!